Akadozott a nemzeti konzultáció, ezért a Fidesz meghosszabbítaná a beküldési határidőt. Közben egy friss felmérés szerint az elmúlt egy évben jelentősen átalakult a Fidesz szavazótábora. Egyre kevesebb a diplomás és a fővárosi támogatójuk. A választóknak már csak a 16%-a szeretne újra kétharmados Fidesz győzelmet jövőre. A kutatás szerint a baloldali szavazók pedig továbbra is megosztottak abban, hogy Gyurcsánnyal vagy nélküle lenne jobb. Herényi Károllyal és Fiala Jánossal fogjuk ezt megbeszélni. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Kutatás, kutatás. Hát ez hétről hétre, vagy inkább azt mondom, hónapról hónapra egyre izgalmasabb lesz, hogy közeledünk a választásokhoz. Most nem azt kérem önöktől, hogy kutatási adatokat elemezzünk, meg hasonlítsunk össze. Hát magát azt a tendenciát, hogyha ennek a kutatóintézetnek most igaza van, hihető-e az, hogy a diplomások azok egyre inkább kiszeretnek a Fideszből? Lehet-e ekkora társadalmi hatása a CEU törvénynek? János, olyan rég hallottam a hangot. Kölcsönös. Fogalmam. Tehát maga az, ami a CEU törvény kapcsán történt, hogy arról sokszor beszélgettünk, hogy ez azonnal túlnőtt a CEU-n. Tehát ez sokkal több volt, mint egy egyetemért való aggódás az utcán. Mi múltkor még tegeződünk most is? Hát csak olyan, nem, bajban vagyok, tegeződjünk persze, csak akkor károlja meg magázat. Most akkor tegeződünk, jó? Mindenkivel, igen. Egyszerűbb lesz. Szóval a CEU azonnal túlnőtt mindenem. Hát az várható volt, hogy a Fidesz támogatottsága minden társadalmi rétegben előbb-utóbb zuhanni fog, hiszen katasztrofális a teljesítmény, amit idáig produkál. Az pedig teljesen érthető, hogy az értelmiség, aki azért talán tájékozottabb a közügyek folyamataiban, mint az átlag polgár, hamarabb veszi észre ezeket a változásokat és reagál rá. A CEU az az utolsó csepp volt a pohárban, tehát persze, hogy nem a CEU itt a fő probléma, hanem az, ami idáig történt, ami a CEU-t megelőző időkben történt, de ez volt az utolsó csepp, amit már nem bírt el senki. Meg hát most van a civil ügy, ugye, ami a folytatása ennek, aztán van a keleti nyitás politikája, a kínai látogatás a maga összes ellentmondásával és furcsaságával. Ez egy nagyon erős lejtmenet, amiben a Fidesz most belekerült és belekényszerült, és nem is gondolom, hogy ebből ki fog tudni lábalni. Tehát ez egy a rendszerváltás előtti évek hangulatát idézi, amikor mindenkiben nagy várakozás volt, hogy mi fog történni, és hát nagyon jó dolgok történtek, és én azt hiszem, hogy nem sokára ez Magyarországon meg fog ismétlődni. Tehát egyrészt baj, hogy a történelem ismétli önmagát, mert a várba költözés az a Horthy időszakot akarja visszahozni, de a mostani várakozás az talán azt a felszabadultságot, amit a rendszerváltás hozott meg, a szabadság szele, amikor megérintette a mi kis hazánkat. János, te is ezt érzed? Ezt a várakozást? Ugye nekem előbb bele kellett volna szeretnem a Fideszbe, hogy most autentikusan azt tudjam mondani, hogy ki szerettem belőle, de hát Isten látja a lelkemet, én sose szerettem bele a Fideszbe. A környezetemben nem készítettem felmérést, hogy most többen szeretik-e a Fideszt, vagy kevesebben. Lehetséges, hogy az értelmiség elpártolt, de a munkásparasztok meg csatlakoznak hozzá. Halvány lila gőzöm nincs. Most azt kérdeztem, amit Károly mondott, hogy egy olyan fajta várakozás van a levegőben, és azt kérdeztem, hogy ezt érzed a környezetedben, a személyes ismeretségi körödben, mint a rendszerváltás előtt. Tehát, hogy most ott vannak a fiatalok az utcán, ott voltak, megint készülnek, hogy ez hozhat valami változást. De ez a várakozás az olyan, mint az örkény egyperces, akivel ugye talán a Pista bácsival beveznek a Balaton közepére, és azt, hogy jár egy kicsit a vízen. Hát ilyen várakozás mióta van? Nem most kezdődött. Tehát amit a Herényi mond, hogy az a kínai látogatás, mint a többi, hát hány potenciális kínai látogatás volt, amely átmenetileg csökkentette, növelte, de érdemben nem változtatta a Fidesz támogatottságát. Érdemben meg nem, kell tanulni Fideszül beszélni ahhoz, hogy a Fidesz le lehessen győzni. Az amíg figyel. Nem tanul meg az... Hogy kell Fideszül beszélni? Hát... Habonyabbnak kell lenni a habonynál. Az nem... De én azt nem tudom, hogy kell. Van olyan, hogy az ember lemerül, és a kibekkelést aktívan teszi. Tehát lemerülni nem csak úgy lehet, hogy az ember kivárja azt, amíg fölötte megváltozik az élet, hanem azt is lehet, hogy amíg ott lent van, addig érdemben tesz annak érdekében, hogy változások legyenek, de a képes beszédet elhagyva, abban való hitünk miért nincsen, hogy valaki habonyabb a habonynál annak érdekében, hogy amikor győz, akkor ne úgy folytassa? Azért, mert habony marad.
annak roppant nagy a veszély, ha valaki habonyabba habonynál, akkor az habony is fog maradni, mert meg ráérez, hogy ez a célra vezető út. Úr nem? Jézus, tehát, hogy meg kell tanulni habonyul beszélni, hogy habonyul Isten segíteni, őriz. De akkor úgy is marad az ember. Isten őriz. Komplet hülyeség, hát ha valaki a Lír királyt előadja a Víg Színházban, amikor kijön, akkor nem marad Lír király. De ez nem hát Lír király elég sokat előadás. Vagyok. Mi ketten azért közelebb állunk egymáshoz, mint a Herényi Károly, mert azért mégis csak egy szakmához tartozunk, és nem voltunk politikusok. Hát én gyakorlatilag egy politikusnak sem hiszem el, ha csak a saját szememmel nem látom a színfalak mögötti létezését, azt, amit mond. Károlynak se hitted el soha. Ő nem aktív politikus. Hát tudom, de hát akkor meg volt. Ebből a szempontból nem rúg a fociba szegény. Szeretne fociba rúgni? Hát ebben nem. A mostani pálya az nem az én pályám, úgyhogy nem szeretnék a fociba rúgni, de azért ez nem így van. Tehát az legalábbis én nem értek ezzel egyet, hogy legyünk habonyabbak a habonynál, mert akkor az egy borzasztó jövő lenne a szegény országnak. És azzal egyetért, hogy a politikusnak sose szabad hinni, mert hogy nem látjuk igazából, mit csinál a színfalak mögött? Hát elég nagy baj, hogyha ez a kép alakult ki a politikai elitről, ennek nem lenne szabad így lenni, mert ez azt jelenti, hogy a magyar társadalomból hiányzik a bizalom, a közbizalom. Mondjuk meg is tettek mindent azért, hogy ezt el is játsszák, tehát nem, ez nem véletlen, tehát ennek megvan a maga oka. Hát persze szelektálni kell, mert azért vannak olyan politikusok, akiknek lehet adni a szavára, meg lehet hinni, mert mondjuk ugyanazt mondják, amit 25 évvel, vagy 20 évvel, vagy 15 évvel ezelőtt mondtak. Ez elég borzasztó, hogyha most ugyanazt mondják, mint 25 évvel ezelőtt. Az nem borzasztó. Mert vannak olyan dolgok, amiben ugyanazt kell mondani. Azt jó, nem lehet nem az mondani. Manapság nem az 5-5 kapcsán kell megnyilvánulni. De még akkor sem, ha nem az 5-5 kapcsán kell. De hát azért vannak olyan alapvető kérdések. Hát, ha már itt ugye arról beszélünk, hogy hogy néz ki ez a világ. Én nekem nem tisztem a mostani miniszterelnököt különösképpen kritizálni, mert nincs rá elvileg jogalapom. Viszont hát, ezt magyar állampolgárnak miért ne lehetne jogalapot? Lehet, persze, de azért azt megtehetem, hogy összehasonlítsam mondjuk a rendszerváltást utáni első miniszterelnökkel, Antal Józseffel, például a külpolitikai ügyekben, hogy mit tartott fontosnak, mit csinált, mit lépett, mit cselekedett. Az ő nevéhez lehet hozzá kötni, Antal nevéhez a Varsói Szerződés, meg a KGST felbontását, az Európai Unióhoz való csatlakozási eljárás megindítását, egy csomó olyan dolgot, ami megnyitotta az európai utat, a nyugat-európai utat Magyarország előtt. A legfontosabb az ő felfogásában az Európai Uniós csatlakozás, az atlanti, az amerikai kapcsolatok és a határon túli magyarság. Ugye ez a három dolog volt az alappillér. Ha most megnézzük, a határokon túli magyarság helyzete sose volt még olyan rossz, mint amilyen az Orbán kormány idején van. Például Szlovákiában 7 éve nincs magyar párt a parlamentbe, mert időnek előtte hozta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt, Romániában is, meg mindenhol bajok vannak a határokon túli magyarokkal. Ez az Európai Unióban, ahol minket nagyon szerettek, mert nagyon sok olyan dolgot tettünk hát, az elején. Most megállítjuk. Hát most nem megállítjuk, hanem most már vagy sajnálnak, vagy éppen ki akarnak ebrudalni, mert nem vagyunk odavalók. Az amerikai kapcsolatok, hát az egy nagy reménysége volt Orbánnak, hogy majd a mostani amerikai elnökkel ők milyen jó viszonyban lesznek, és kiderült, hogy semmilyenben sincsenek, semmiben nem veszi. És akkor elkezd utazgatni különféle olyan emberek társaságában mutatkozik, fényképezteti magát a török, a fehér orosz, meg a Putyin társaságába, azért, mert már rossz filulta, eljátszotta a becsületét Európába, és új társaságot keresne, de ennek az új társaság keresésnek mi fogjuk meginni a levét? Hát a rendszerváltás idején nem arról volt szó, hogy mi nem Európába, meg Nyugat-Európába tartunk, meg a nyugati világhoz, ahol az életszínvonal, az életminőség egészen más. Hát ezt vártuk. Nekünk most olyan példaképeink vannak, hogy a Törökországban az ellenzéki újság főszerkesztőjét börtönbe vetik, 60 ezer embert kirúgtak egy hát színlelt forradalom miatt. Nem beszélve Oroszország, Oroszország, Kína. Én ezt nem tudok hozzászólni. Ah, dehogy nem. Majdnem olyan, mintha olvasná. Meg hát nem is a kérdésre válaszol. De látod, hogy felülről mondja, és őszintén mondja. Tehát, hát, hogy akkor nem aktív mondja, nem politikus... Nem kívülről mondja. Ha nem aktív hívás. Politikusnak hihetünk bátran ezek szerint. Tehát ez az orosz kapcsolat, ami most egyre többször előkerül napi szinten, hogy Orbánnak milyen számlái vannak, hogy Paks 2, hogy a CEU nem tetszett Putyinnak, és sorolhatnám. Aztán itt van a pekingi látogatás Putyinnal, Erdogannal, a találkozó, meg megbeszélés. Mit gondoltok, hogy ez Magyarországon, ahol már egyszer örültünk annak, hogy Ruszkik haza, hogy ez mennyire fogja például a Fidesznek koptatni a tekintélyét, és mennyire fogják az emberek azt mondani, megint személyes
személyes tapasztalatokat várok tőletek, hogy, hogy hát nem, nekünk nem kell, akkor inkább ne Brüsszelt állítsuk meg, hanem Putyint. Szerintem semennyire. Nem érdekli az embereket, ez se? Nem, hogy ez se, az embereket egy csomó dolog érdekel. De mi? Mi az, ami tévút, és ami miatt meg kéne Fidesz útra? Az embereket a hétköznapjaik érdeklik, hogy jön-e a 15-ös busz, kapnak-e kenyeret a boltban. Az Erdoğan az nem tartozik ezek közé. Eddig se tartozott. Azt pedig, hogy a politika hogyan csapon kelet és nyugat között, az az elmúlt 25 évben olyan mértékben változott, hogy e tekintetben az Orbán mennyiségi különbség és nem minőségi. Mert hogy? Nem tudom megmondani, hogy mert hogy miért. Mert hogy ez mert van. Hogy mindenki csapongott nyugat és kelet között? Nem, mert, nem, hogy annyi minden csapongás volt, hogy ez a mostani, ez nem tetszik érdeminek. Uh-huh. Én legalábbis ezt nem tapasztalom. És az, ahonnan kiindultunk, hogy, hogy a CEU úgy túlnőtt saját magán, és hogy fiatalok az utcán, mekkora, ismerve a Fideszt, mekkora, hogy is mondjam, riadalmat kelthet, hogy mennyire gondolhatják azt a párt vezetői, hogyha habonyul kell megtanulnunk, akkor próbáljunk az ő fejével gondolkodni, hogy hú, hát akkor valamiben adnunk kéne, vagy visszavonulót fújnunk, mert... Tapasztaltuk azt, hogy megijedt? Eddig nem, de hogyha nem lesz vége... Hogyha mindig de hogyha nem lesz, újra... igen, most vasárnap lesz majd egy izé, amiről tüntetés. Már ki fog derülni, igen, hogy, hogy ugye most nagyon drukkolnak, hogy sokan legyenek a célról, arról viszonylag kevesebb szó esik, arról az, hogy legyenek sokan, sokan, sokan. Ez olyan, mint amikor az ember elmegy a Zeneakadémiára, és nem azt kérdezi, hogy ki játszott és mit, hanem, hogy sokan voltak-e. A Zeneakadémiát nem azt kérdezi, hogy sokan voltak-e. Fontos, hogy sokan vannak-e, vagy kevesen. Igen, de amikor állandóan a tömegrendezvények kapcsán a létszámról beszélnek, akkor az azt mutatja, hogy azért az eseményekkel kapcsolatos identikus kép az többé-kevésbé hiányzik. Hát mert azt mondják, hogy Orbán Viktor csak az erőből ért, és a tömeg az képviselhet egy erőt, mutathat. Ez így van, de az erőnek folyamatosan jelen kéne lennie. Az nem úgy van, hogy kimaradt 2-3 hét, és aztán most. Tehát amikor esett az eső, tessék meghallgatni a Filippovot, akkor mindjárt elhalasztották az eseményt. Esernyővel már nem mentek ki. A gondolatnak kéne erőt képviselnie, a tömegnek is van jelentősége nyilván, de a nagy baj az, hogy nincs egy olyan jövőkép, tehát az ellenzéki pártok ma nem képesek egy olyan biztató jövőképet felfesteni a magyarok számára, ami vonzóvá tenni őket. Inkább benne vannak ebbe a mostani gyakorlatba, rutinba, ebbe a posványba, amiben élnek. Tényleg a 15-ös busz érdekli őket jobban, pedig hát az életünkről, meg a jövőnkről van szó, meg a gyerekeink jövőjéről. Itt az előbb szó volt arról, hogy hányan hagyják el az országot. A büdös életben nem fognak visszajönni, amíg ilyen viszonyok és ilyen körülmények lesznek, és ennek nem csak a fizetés kicsinsége az oka, hanem azok az állapotok, az a szellemi állapot, ami Magyarországot uralja. Tehát én azért nagyon bízom benne, hogy érik az a helyzet, ami a rendszerváltás előtt ért, és egyre több embernél utolsó cseppek csöpögnek bele a pohárba, és az utolsó csepp után, amikor kicsordul, akkor kész vége, akkor felborítja elők, és azt mondja, hogy ebből nekem elég, és én azt gondolom, hogy ezt a Fidesz is érzi. János, és az, hogy az embereket a 15-ös busz érkezése, vagy meg nem érkezése érdekel legjobban, ez tényleg természetes, vagy pedig ez már egy olyan fajta apátiának a következménye, hogy engem becsaptak, megloptak, hazudtak, én most már sajnálok a politikára. Én nem fogok filozófusként most felvétni. Véleményedre vagyok kíváncsi, nem filozófiai értekezésekre. Most éppen inaktív vagyok, mert így hát azért agyad jár. Nem, de csak hogy most egy nagy... Nem, jár az agyam, de azért így inaktív még nem voltam az elmúlt 20 évben, mint ahogy most vagyok. De visszaemlékszem arra, amikor politikusokkal beszélgetve, sokat beszélgettem velük, hányszor hangsúlyozták mondjuk a Navracsics is, hogy ő nem értelmiségi. Hogy a politikus nem értelmiségi, holott a politikusról én mindig azt gondoltam, hogy értelmiség. Egyáltalán az értelmiségnek az etosza az elmúlt időben egészen módszeresen lett leépítve, hogy ez tudatos volt-e vagy sem. Én ma már azt gondolom, hogy tudatos. Az, hogy ez jó volt-e vagy rossz, az egyértelmű, hogy rossz. Mert az olyan, mintha a Duna mellől elvennék a gátat, mondván, hogy a Duna majd önszabályozó lesz, de a Duna nem önszabályozó. Amíg nincs ár, addig nincs probléma, amikor van ár, akkor van probléma. Az tényleg csak egy konkrét példával tudok előjönni, csak halkan mondom. Én őszinte híve voltam és vagyok Radnóti Sándornak, de amikor élő műsorban egyszer vagy többször kritizáltam, és azt mondtam, hogy szerintem a filozófiai tevékenységének árt az, amit a napi politikával végez, mert rombolja a saját, mert bele is hajszolja magát.
azóta nem fogadja, a köszönésemet még fogadja, de az egyéb megnyilvánulásaimat nem, lehet, hogy ez csak véletlen. Én azt érzem, hogy az értelmiség az elmúlt 20 évben, de az elmúlt 10 évben mindenféleképpen egy nagyon furcsa csapdahelyzetbe került, amely csapdahelyzetet némileg saját magának állította föl, és bele is futott. Az, hogy most ennek következtében, vagy hogy most ez az értelmiség éppen ott van-e a Fidesz mellett, vagy sem, ennek a jelentősége szerintem csekély. Az a baj, hogy az értelmiség legfontosabb mellé ragasztott jelzője az a függetlenség kéne, hogy legyen. Nálunk meg az értelmiség a szekértáborokba tagozódott, és a mindennapjait meg a világot úgy ítéli meg, hogy éppen melyik szekértáborba tartozik. Ráadásul van egy másik nagy baj, hogy a szekértáborok közötti átjárhatóság az abszolút nem létezik. Mondok egy példát. Kokót, ugye Kovács Istvánt, a kitűnő boxolónkat fideszesnek minősítették, sok minden dolog miatt, meg ezt ő vállalta is ezt. Azért elég nyíltan vállalta, így van. Na de amikor egyszer elkezdett kritikus hangokat hallatni a Fidesszel kapcsolatban, akkor a baloldali sajtó, a liberális sajtó neki esett, hogy de bezzeg akkor, amikor még ezt mondtad, meg azt mondtad, holott örülni kellett volna, utat mutatva, mert nagyon sokan lesznek így, hogy kiábrándulnak a Fideszből, de valahogy arcvesztés nélkül kéne utat biztosítani. Nagyon rossz példa, mert a kokó sose volt értelmiségi, a kokó megpróbált értelmiségiként viselkedni, és aztán rájött arra, hogy neki inkább a ringben van. Közszereplő, de nem is értelmiségiként. Nem, a kokóból a Fidesz csinált értelmiségit, és olyan is lett. És ezt úgy mondom, hogy közben mi gyakran találkozunk a Mon Parknak az uszodájában, és én elismerem azt, amit sportolóként tett, amit sportriporterként tesz, abban már, tehát, hogy mondjam, a Kokó elhitte, hogy ő értelmiségi, mert értelmiségit csinált belőle a Tribün. De nem a Tribüntől lesz valaki értelmiségi. És szerintem tökéletesen nincs igaz a Herényének. Nincs szekértábor. Az értelmiséget egyetlen egy dolog jellemzi, hogy gondolkodik. Ha valakinek a gondolkodásról a szekértábor jut az eszébe, az már eleve politikus kell, hogy legyen. Azt én értem, de hogyha egy értelmiség mellé egy mágnest raksz, akkor az értelmiség alapvetően nem a mágnes a erőterében helyezkedik el, másodlagosan ott helyezkedik el, de elsődlegesen nem. Ha elsődlegesen így helyezkedne el, akkor nem tartanánk ott, ahol most. Az, hogy mindenkinek meg lehet roppantani a gerincét, én emlékszem, amikor 1999-ben ment előttem a Györfi, a Szente és a Szénási, és mondta a Szénási, hogy hallja a gerincek ropogását. Ez nem tegnap volt, ez 18 éve volt. Ropognak a gerincek. Egy sor gerinc már nem tud újra ropogni, mert amit egyszer megropontottak, az már többet nem tud egészséges lenni. De amit a gyerekeinket illeti. A gyerekeink megtanulták azt, hogy ne égessék meg magukat. Ők már nem úgy értelmiségiek, mint ahogy mi voltunk. Ha megtanulnak habonyul, ami egyébként nem azt jelenti, hogy habonynak kell lenni, akkor ez a dolog legyőzhető. Ha valaki cinikussá válik annak érdekében, hogy legyőzön egy cinikusnak, nem kell cinikusnak maradni. Ezt nem azt mondtam, hogy ez a győzelemhez vezető út. De amit a Fidesz ezt, annak a kétharmadász a Fidesz sem hiszi el. Ha valaki így tudja megtartani a hatalmat, akkor ezt megteszi. És ha visszaigazolja az élet, és itt a Hír TV-ben mi elvitatkozgatunk azon, hogy 1 vagy 2% esett az értelmiségnél a népszerűségük, kacagva teszik túl magukat rajta. Nem is ezen vitatkoztunk, hanem sokkal jobbat mondtatok, jobbakat mondtatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm én is.